Már a szálas takarmányt is önállóan eszi a kisbölény, pedig csak december közepén született. Amíg anyatejjel is táplálkozó borjú, később csak fűféléket, lágyszárúakat, fakérget és mohát eszik majd. A téli időjárás nem ismeretlen a bölények számára, ilyenkor gyakran a hó evésével fedezik a folyadék szükségletüket. A kicsi megszületése nagy örömöt okozott a park dolgozóinak is, hiszen a természetben majdnem teljesen kipusztult korábban a faj. Nagyon nagy szívünk csücske zoológiai szempontból is, hiszen egy olyan fajról van szó, mely a természetben már kipusztult. Azt hangsúlyozom mindenképpen, hogy a természetben, mert 1919 az utolsó egyedet sajnos egy vadorzó kiirtotta, viszont 1923-ban megalakult az Európai Bölényvédelmi Társaság, és elkezdte összeszedni a fogságban tartott európai bölényeket, elkezdte őket tenyészteni, majd visszatelepítette őket a szabad természetbe. Ez annyira hathatósan sikeredett, hogy a 0-1-es számból tulajdonképpen 6000 egyedi él most már az eredeti élőhelyén az állatoknak. Európa ma élő legnagyobb testű szárazföldi emlőse a történelmi Magyarország területén vadászott állat volt. Az utolsó magyar bölényt 1762-ben Erdélyben ejtették el. Magyarországon is annak idején előszeretettel vadásztak bölényre még Mátyás király korában. Tehát abszolút teljesen normális ez a klíma számukra, nem is szükséges a belső fűtött istálló, csupán egy szélvédett karámra van szüksége az állatoknak, de cseppet sem zavarja őket a jeges fuvallat. A kis borjúval jelenleg 6 tagú a Nyíregyházi Állatpark Európai Bölény csapata. A kicsi születése után másfél órával már lábra is állt, és követte anyját a kifutóban. Bár most még jóval kisebb tavaly született nővérénél, marmagassága elérheti majd a 190 cm-t is, amihez akár egy tonnás testtömeg is társulhat.